Sefcsike Manna vagyok, egy cégcsoport kommunikációs menedzsere, vállalkozó, egy civil szervezet tulajdonosa. Sokat gyakoroltuk. 8 gyerek, 3 kutya, 3 macska, egy férj, halak, de nem ebben a sorrendben. És minek nekem ennyi gyerek? Mikor kezdtem az ipart? 24 évesen megházasodtam, annak a reményében, hogy ez örök életre szól. És már az esküvőnkön jöttek a kérdések. Mikor lesz gyerek? Aztán rá néhány hónapja találkoztunk barátokkal, hozzátartozókkal, és kérdezgettek a szexuális életünkről. Próbálkoztok már? Rajta vagytok? És aztán, hogy hozzam az elvárásokat, 25 évesen megszületett Panka, és rá másfél évre megszületett Lili. Ők most itt ülnek, nem látom őket. Ne. És hogy milyen volt 25 évesen várandósnak lenni, és édesanyává válni? Nagyon, nagyon jó. Voltak-e nehézségeim? Voltak. Azt sem tudtam, mi az, hogy édesanyja elsőre. 42 évesen is szültem. Milyen érzés volt vajon akkor mindez? Ugyanezeket éreztem. Mert hogy 20 évesen és 40 évesen is azt éreztem, hogy jókor szültem. Na de minek nekem ennyi gyerek? Nem a csok miatt, és nem is a családi kedvezmények miatt. Én ízdig-vérig ősanya vagyok. De hogy mit is jelent ez? Voltam én 90 kilós, szülések, szoptatások után, mellesleg plusz 5 kiló ikrekkel. Aztán bevállaltam egy plasztikai műtétet, amit elrontottak, és most itt állok, 80 kilósan, szilikoncicikkel. De viccet félretéve, hogy mi is számomra az ősanyaság. Reggelente kakaót készítek a fiúknak, anya taxi vagyok, ha sírnak, ha hánynak, kortól függetlenül, segítek, és esténként összebújva mesét olvasunk. Számomra ez az ősanyaság, és számomra ez így nagyon jó, és nagyon szeretem. De az ősanyák mellé kell az ősapa is. Na, nekem abból 2 is jutott. 25 évesen igent mondtam a házasságra, majd rá 7 évre igent mondtam a válásra, mert csak a gyerekek miatt nem maradunk együtt. És aztán szingli anya lettem, 5 évig egyedül neveltem a lányokat, és voltak nehézségeink, igen, de boldogok voltunk, mert igent mondtam az életre, igent mondtam a pasizásra, a táncra, a bulikra. Kimentem egy fesztiválra, és a fesztiválon, a Viva la Vidára betáncolt az életembe Dávid. Ő lett a másik ősapa az életemben. Egy éven belül összeházasodtunk, és aztán újra terhes lettem. Igen, várandós lettem, de ez a baba úgy döntött, hogy nem marad velünk. És akkor megtudhattam, hogy fiatal vagyok még, biztos lesz következő hamar. És másnak is volt 3 vetélése. És különben is biztos sok chipset ettem, és egészségtelenül táplálkozom, meg különben is mozoghatnék többet. És ez a nadrág már megint szűk rajtam, és ugye a derekam is kilóg. Aztán egy doktor bácsi megfogta a kezem, és besétáltunk egy műtőbe, ahol egyetlen egy mondat segített, hogy ez a kisbaba megágyazott a testvérének. Ezt az öcsém mondta. Aztán megszületett Berci, és nem sokra rá követte őt Samu. És aztán azt éreztük, hogy még mindig szeretnénk gyermeket,
És hamar várandós lettem megint. És mentünk a 12. heti ultrahangra, ahol arról beszélgettünk, hogy vajon ő most kisfiú vagy kislány lesz. Nagyon vágytam arra, hogy Dávidnak legyen egy kislánya is. Csörgött a telefon, hívtak, hogy baj van. Baj van, 1 a 374-hez annak az esélye, hogy beteg a babánk. Egy. Nem lehetünk mi az az egy. Hitegettük magunkat, és mondták a többiek is. Minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Rá egy hétre újra csörgött a telefon. Sajnos. Sajnos a kisbabájuknak élettel össze nem egyeztethető fejlődési rendellenessége van. És akkor most mi hoztunk meg egy döntést? Elengedtük őt. Ha most itt sír, kiküldöm! Förmett rám az orvos. Doktor úr, kérem, hát épp most veszítem el a gyermekem. Bárcsak lett volna erőm ezt mondani. Kicsit később, amikor délután Dávid bejött meglátogatni, és már egyedül voltam a szobában, bejött az a nővérke, akit előtte hiába kérleltem, hogy cserélje ki a véres lepedőket alattam, és közölte vele, hogy nincs látogatási idő. Aztán éjszaka behoztak két frissen szült édesanyát, és az egyikük kedvesen megkérdezte tőlem, hogy én mikor szültem. Hát a válaszomat fájdalmas csend követte. Ez egy életre szóló trauma lett, mindhármunknak. Később úgy éreztem, hogy szükségem van a megértésre, és szükségem van egy kis támogatásra, ezért kiírtam a történetünket, és ismét megtudhattam, hogy a könnyebb utat választottuk, hogy önző vagyok, és Istent játszottam, pedig kereszténynek vallom magam. Ezeken mind mi is gondolkodtunk. És mind mi is végigmentünk, de ez a mi döntésünk. Bármennyire is nehéz. Viszont hála valahol ezeknek a mondatoknak. Nem sokkal később úgy éreztem, hogy lépnem kell, hogy tennem kell valamit, és elindítottam egy Facebook csoportot, ami a mai napig működik, és terápiás jelleggel segítjük ott egymást, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy empátiával legyünk egymás iránt, és megmutassuk azt a szeretetet, amit mi ilyenkor igénylünk. És aztán annyi kérdés és megkeresés jött, hogy úgy éreztem, hogy elindítunk egy weboldalt, és hiteles, testi és lelki szakértők csatlakoztak hozzánk. Olyan emberek, akik ugyanezt a szívügyet vallják, hogy empatikusan, ítélkezésmentesen és objektíven segítsenek a várandóság során. Igen ám, aztán egyszer csak újra megtörtént a csoda, ismét várandós lettem. De az a baba sajnos úgy döntött, hogy nem marad velünk. És akkor én újra besétáltam egy műtőbe, de ott most nem mondta senki nekem, hogyha most itt sír, kiküldöm. Ott az aneszteziológus simogatta a kezem, és a műtős fiú törölgette a könnyeim. És amikor már mindent feladtam, és elengedtem, na akkor újra állapotos lettem, és 2018-ban megszületett Morci, ami szivárványbabánk. Ők azok a babák, akik egy családba akkor érkeznek, amikor egy vetélés volt előtte. És ez az egész egy óriás hullámvasút, és mindenféle érzelmek vannak, de az, hogy ő megérkezett, és itt van velünk, és ez a kislány, aki megértette velem, hogy neki az volt a küldetése, hogy megmentsük sok ezer kisbaba és család életét. Hát ők lennének azok.